Sziasztok! Ma apa bemutatja, hogyan dzsúdózik egy profi. Persze én is az vagyok, de megkértem egy nagyon kedves barátomat, hogy segítsen bemutatni nekem a dzsúdót. Szia, Puka! Szia, Miki! Ungvári Miklós, a ceglédi származású olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok magyar cselgáncsozó, az exatlon hőse. A dzsúdó egy japán küzdősport, ami ma már versenysport lett, és meddig tart a mérkőzés? Iponig. Akár egy iponig. Iponig küzdünk, de természetesen, mint minden más sportágnak, itt is megvannak a felszerelések. Egy dzsúdó tatamin szőnyegen kell üzni, és kell hozzá egy dzsúdó... Dzsúdogi. Dzsúdogi. Akkor öltözünk be, jelmezbe. Miki, kérlek, takard el a kamerát. Tehát most megmutatom, hogy hogyan néz ki egy profi dzsúdó kimono. Fölvettem a köntösömet. Kicsit a tiéd más. Mi a különbség az én köntösöm, Miki, és a tiéd között? Hát, itt nagyon nagy különbségek vannak. Már eleve ott kezdődne még, hogyha esetleg egy dzsúdogi felsővel rendelkezné, akkor azt mondom, hogy oké, de ez. Két színben nem dzsúdozunk. Akkor gyorsan fölveszem a kék ruhámat. Miért jó, hogy én kékbe vagyok, te meg fehérbe? Így láthatóbb a nézők, a bíró számára is egy értelmű egy-egy akciónak a megítélése. 92 óta már ugye nem csak a nők, de a kék dzsúdogit is bevezették a dzsúdóba, azóta használják a kék és a fehéret, vagy a fehéret és a kéket. Nekem fehér övem van, mint a kezdőknek, neked viszont fekete. Mi az öveknek a jelentősége, ezt mondjuk el, hogy mindenki tudja. Ez is ugye egy tudásszintet mutat be életkornak megfelelően. Ugye nyilván egy fehér öv a tudásszintet itt a kevés tudással rendelkező apukáknak vagy a kezdőknek a színe. A dzsúdó szellemiségéhez hozzá tartozik a tiszteletadás, amit meghajlással fejezünk ki. Földharcban különböző módon lehet elérni az ipont. Az első a leszorítás. Hívnak így külföldön, hogy Ungvári Rollover. Ungvári Rollover! Második, a folytás. Folytásból is van nagyon sok. Van egyszerűen egy pusztahurok, amikor csak ráfogok saját bicepszemre, és apuka már is jelezte, hogy feladta a küzdelmet. Van, hogy a lábommal segítek rá a folytásra, és onnan gurulós folytás, és a lábomat húzom rá. Na, de hát még... így kopog egy profi, ha folytják. És végül a karfeszítés. Itt is lehet többféle módon mind a két kart feszíteni. Ezt, vagy melyiket éppen. Ipon. A dzsúdó egy tisztességes sportág, itt is vannak szabálytalanságok. Mik ezek? Nem nyúlunk mondjuk szembe direktbe. Ezt nem szabad? Szájba sem, ugye nem húzzuk a száját. Nem húzzuk a szájba a dzsúdogit, esetleg akkor is a bíró Matéval jelzi, hogy... És elvileg harapni sem lehet. Mert beletörik az ember foga az Ungvári Miki karjába. Dzsúdóban nagyon sokat esünk. Apa megmutatja, hogyan esik egy profi. Első, oldalsó esés. Mutatom, hogy esünk a hátunkra, mint egy profi. És végül a szembeesés. Előreesés. Nem a szembe, előre. Na, mutatom. Hoppá! A dzsúdó nem csak az önvédelemről szól, hanem a küzdelemről, hiszen ez egy versenysport. A küzdelemben a feladat, hogy a másikat földhöz vágjuk. Ha! Most pedig bemutatok néhány dobást. Bemutatom a kedvenc dobásaimat. Ipon Szajrágya, váldobás! Kocsi Gari, kis belső holó. Lábszarát fordulás. Morote Szajrágya. Sűjjesztve. Egy. Katagurumon. Ezt most megérdemeltem, de legközelebb megmutatok egy másik sportágat is, hogyan kell profin csinálni.
Írjátok ide a kommentben, mi legyen ez a sportág, és apa bemutatja.